Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat pénteki podcastjében. Rég találkoztunk mi már legalábbis együtt, de egy hete már újraindult a Nyugat hételemző podcast sorozata, és egy rég ismert vendégünkkel beszélgetünk ma, Kelemen Zoltán színművésszel. Szia, Zoli! Sziasztok! És a beszélgető társam pedig Szilágyi József kollégám lesz, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok. Ahogy megszokhattátok, ezt a beszélgetést élőben látjátok a Facebookon, aztán majd a teljes beszélgetést feltesszük a Nyugat YouTube csatornájára és a Nyugat oldalára is. Itt is mondom, iratkozzatok fel a Nyugat YouTube csatornájára, ott láthatjátok a többi videót, amit a podcast beszélgetéseink alatt készítettünk, meg egyébként is sok érdekes dolgot. Valami olyan címet adtunk most a beszélgetésünkbe, hogy mindenki apátiába süllyedte ebben az országban. Nem biztos, hogy csak ebben az országban. Úgy a világban? Nem vagyok benne biztos, hogy csak ebben az országban. Hát tudod, mivel milyen szűk ebben szoktuk elemezni a dolgokat, de átmehetünk a világra is. Nem gondolom, hogy ezt most le lehet szűkíteni, de ez már maga a témánk, gondolom, bocsánat, de ugye szóltam. Egyrészt nem baj, egyrészt az interneten nincs olyan, hogy helyi, ugye az internet megy ki a világba, tehát ebben igazad van. Aztán majd arról is lehet beszélgetni valóban, hogy amit mi érzünk, azt az egész világ érzi-e, vagy csak mi érezzük? Vagy csak azt hiszük, érzi, hogy csak az arányok érzik. Mások. Igen. Szerintem ugyanazt érzik, csak nyilván a fejlődés története a különböző régióknak teljesen más, és arányaiba az apokaliptikus érzésnek a hatása, tehát az nem mindegy, hogy honnan indul az apokalipszis, úgyhogy milyen magas volt. Hogy is mondják, hogy nem mindegy, hogy miből veszítesz, pontosan, és mi ennyi. A kiindulási igen, van, pont. Tehát valószínű, hogy ezzel viszont egyetértek a bevezetőddel, hogy mi ezt lehet, hogy erősebben érezzük. Mert ugye amikor a mi kiindulási pontunk az volt, hogy a választások után majd vajon hogy fogja érezni magát ez az ország, és akkor most így utólag a dolgok fényében nem csak a választások után, hanem igen, az a sok minden után, ami történt. Érdekes, hogy ami sok minden, ami történt, hogy mennyire csak egy intermezzónak tűnik a maga a választás. Tehát, hogy... Mert az is volt egyébként. Egyébként, igen. Ez a választás nem volt más, mint egy vasárnap, amikor azt mondták az emberek, jó, hát akkor csináljuk egyébként ugyanígy igen. tovább, és ennyi. Igen. Erről beszélgettünk itt akkor. Én ezt nem tudtam, azért nem tudtam, de szerintem mégsem egészen, mert azt a politikai aktivitást, amit érezhettél a választások előtt, lehet, hogy a kisebb csoportja a magyaroknak, de igenis sokan azt érezték, hogy most itt lesz változás, egészen másképp fognak menni a dolgok. Na most, az tűnt el. Tehát olyan, mintha azok, akik bíztak volna abban, hogy itt most nagyon lesz változás, így feltették volna a kezüket, és azt mondanák, most már mi sem bízunk, ráállunk a túlélésre. Nekem nem teljesen ez a véleményem, ugyanis szerintem gyakorlatilag ugyanazok a csoportok mozgolódtak a választások előtt is, mint utána. Annyi különbséggel, hogy hangosabbak voltak, és gyakorlatilag foglalkozott velük a közvélemény valamilyen szinten. De szerintem nem lett kevesebb ember az, aki a politikával foglalkozik most jelen pillanatban. Lehet, hogy egy-két ember azért eltűnt. Csak mi hittük azt, vagy illetve az emberek nagy része hitte azt, hogy itt most valamilyen nagy összefogás, ez volt a nevük, tehát egy ilyen nagy megmozdulás készül, majd kiderült, hogy nem készült, tehát nem volt egy ilyen... Én megmondom őszintén, és azt ti tudjátok, hogy kínosan vigyázok arra, és nem tényleg bele sem mentem soha, hogy pártpolitikai buborékba beletehető legyek, tehát ugye nem is akarok. Én egy pillanatra se gondoltam, tehát pillanatra se gondoltam ezt a választásokat, megelőző fél évben sem, hogy én szerintem ez egy teljesen... Tehát, mintha mondjuk közvéleménykutató lennék, akkor azt mondanám, hogy 20% van, hatalmasat tévedtem. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy a maga a várakozásnak az ereje, szerintem ebbe besegített a idézőbe a Covid, meg a most a nagyon összefogás, stb. És volt egy olyan várakozás, vagy valami, hogy valami, aki nem ért egyet mondjuk ezzel a konstellációval,
majdnem azt mondom, hogy ilyen mantraszerűen egymást fölerősítettek, a vágyat erősítették fel, de a realitás egyáltalán nem volt benne. Egyébként ez az egész tök érdekes, de majd a téma, amit bevezettél, az egész világban létezik ez a fajta... Nem a realitások talaján álló, hanem valamiféle éterbe, vagy valamiféle ilyen ködös vágyak és ideológiák mentén való, de ha nem lennének ködös vágyak dolgok, és ideológiák, akkor sosem változna semmi. Nincs ezzel, Gyöngy, én csak mondom, hogy nem, félreállították a barométer, tehát pusztán ennyi történt. Mm. Szerintem, aki... Én lehet, hogy azért is, mert bika vagyok, bár nem vagyok, nem értek. Na, én meg mérleg, ez a különbség lett ott. Világ életemben két lábbal azért, amellett, hogy művész vagyok, és érdekes módon, hogy a másik oldalon is előfordulok, tehát a lebegésben is részt veszek, de szerintem, aki valamennyire a reáliákba él az nem... Nem ment bele ennyire ebbe az erős... félre prognosztizálásba szerintem. Egy pillanat, egy fél mozdal, vagy egy két mondat elejéig vissza, tényleg azért erre a világban is tapasztalható, hogy mondjam, apátiára, vagy nem is tudom, hogy fogalmazhatom. Apátiát mondott a Gyöngy, így van. Ugyanis nekem van egy ilyen, és jobban megnézzük a dolgokat összefüggéseiben, egyébként tervezem, hogy erről majd írok egy valamit. Azért jelen pillanatban óriási változások előtt állunk. Tehát nem hát csak mi, hanem az emberiség. Bocsát, rácsatlakozhatok? Ne felejtsd el, mit akartam. Oké, vége, engedlek. Kíváncsi vagyok. Mondd el, légy szíves. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ott tartunk most jelen pillanatban, hogy minden arra afelé mutat, a technikai fejlődés, a kommunikáció, az emberek viselkedése, a gondolkodásmód, minden afelé mutat, hogy itt egy egyesült világnak kellene létrejönnie. Abszolút, tehát ezt mondják is. Tudósok, én egy fizikai tanulmányból olvastam erről először egy hete körülbelül, és gyakorlatilag ott tartunk most, hogy meg kell lépni ezt a lépést, mert különben, de ez a jövő, tehát mert különben visszamaradtak leszünk, hogy mondjam. És most ez az egész, ez a bizonytalanság, az útkeresés, meg a apátia, meg két dologból fakad. Egy, az nem ismerjük a jövőt, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. A másik meg az, hogy van egy bizonyos olyan ellenérdekelt réteg, és ez nem kis réteg a világban, meg az országban, akik ez ellen akarnak tenni, és kézzel lábbal tiltakoznak ez ellen, ezek pedig nem mások, mint a hatalmon lévő, vagy hatalomra vágyó politikusok, akik ellenérdekeltek abban, hogy egy ilyen nagy egység, vagy hogy nem is tudom, minek mondjam, megvalósuljon, és minden eszközzel próbálják ezt késleltetni. Vagy pedig a két szemlélet küzd, két alapszemlélet küzd egymással, az egyik, amiről te beszélsz, a másik pedig a visszahúzó. Visszatérve az országba, meg szerintem azért erősödött föl sokakban az a remény, vagy az a vágy, mert szerintem eleve egy apatikus, még egyszer mondom, nagyon sokat számított, ami korábban történt. És egy apatikus helyzetben, amire egy újabb apokaliptikus világpolitikai helyzet, háború, stb. Még pluszba a végén. Tehát ugye hát azért a folyamatot már lehetett látni januártól kezdve, hogy ebből lehet, hogy valami lesz. Én szerintem nagyon sokan úgy élték, hogy ez az utolsó esély, és hogy az utolsó remény. És most József Attila jutott eszembe, hogy és most sokan valószínű, hogyha úgy élik meg, ahogy mondtad, ez az elvonta puszta kénye véget, kívül belül menekülő, élő elől a legutolsó menedéket. És nagyon sokan valamiféle, hogy most valami lesz, most valami megváltás, valami olyan és az életemben. Valami, és nem de hát a megváltás az nem jön, ugye, tehát ugye általában... Józsi, bocsánat, arra, amit mondtál, én azért elég sok sci-fi filmet láttam, meg sci-fi könyvet olvastam. Sose lett annak jó vége, ha egy nagy egységbe összefort az egész világ. Jön a csillagok háborúja. De nem azt látjuk nagyon. Egyébként, hogy valami... még nem volt. Bocs.
Hát nem, én is látok valami hasonlót. Szifikben van, meg művészeti alkotásokban, meg közönségfilmekben, meg ilyen helyeken látunk ilyet, ami hát gyakorlatilag szifi. Hát nem vettétek észre, most bocsánat, de tényleg a Covid idején egy héten belül ment a világba egy információ, mit én, egy maszkos történet. Aztán a maszkos történetnek az ellenkezője. Az első meg a... És tökéletesen ráállították, majdnem azt mondom, hogy a több mint fél világot egy majdnem egységes álláspontra bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Nem akarok mondani, de hogy az helyes volt. De nem biztos, hogy azok a dolgok igazak voltak. De erről beszélek, de ráállították, és abban a pillanatban a tagadókat tulajdonképpen maga a közeg, vagy a társadalom, vagy a véleménybuborék, vagy az egész nagy véleménybuborék kilökte magából. Ismeritek, bocsánat, de a Ne nézz felfelé című filmet? Igen, hogy ne láttam is. Na, hát ami arról szól, hogy jön egy nagy égitest a föld felé, és elkezdenek vitatkozni azon, hogy az jön vagy nem, és hiába jön, és mondtam, mozgalmak hogy... alakulnak, az egyik azt kántálja, hogy ne néz felfelé, és a média azt mondja, hogy nem is jön semmi, a másik azt mondja, hogy jön, és a valós ténnyel ellentétben a média olyan álláspontokat alakít ki, meg a propaganda, amit el is fogadnak az emberek. Abszolút kéz a kézbe jár egyébként. Azt mondom, hogy... Nem is lehet nagyon eldönteni időnként, hogy a médiumok, vagy a média és a hatalom között van-e különbség, és hogy melyik diktálja a másikat. Tehát, hogy teljesen összemosódtak a határok. És ez is valahogy félelmetes. Például ez engem apátiába tud. Kicsit azért most ne a saját magunk ellen azért ne beszéljünk. Beszéltünk. Én csak félig vagyok, vagy még félig se média munkatárs. Jó, de nyugodtan kritizálhatod egyébként, mert ránk vér. Egyébként van. Nem, de most álljunk le. Jó. Csak egy pillanat is. Elvitatkozgattunk, igen, hogy, utána. De ez, na figyelj, arról van szó, hogy és ezt a Covid alatt már leírták, a járvány alatt leírták egyébként, orvosok is leírták. Jelen pillanatban olyan problémákkal küzd az emberiség, ami nem egy területre koncentrálódik, nem egy országban jelentkezik, vagy nem egy városban, vagy valami. Nézzük meg! Hát ugye volt a járvány, aztán ott van a járvány utáni gazdasági visszaesés, az infláció, most az energiaválság, a járvány után a chip hiány, ami az ipari termelés. És ez az egész összefügg. Igen. És ami a lényeg az, hogy minden problémát, ez egy alapvető rendszerelméleti tézis, egy problémát csak azon a szinten lehet megoldani, ahol keletkezik. Tehát egy globális adott problémát helyen nem tudsz megoldani egy országban, csak együtt, közösen tudod megoldani. És erre vannak kísérletek is, csak közben ugye vannak azok, akiknek ez nem tetszik. Tehát ezért is az elbizonytalanodásnak, és én most nem politizálni akarok, csak így visszatérve, hogy az elbizonytalanodásnak az egyik oka pont ez. Tehát az emberek kezdik elveszíteni a régi megszokott, hogy mondjam, alapokat, amire tudtak gondolni. Hát igen. Én csak belegondolok a saját életembe, amikor én gyerek voltam, milyen világban éltünk. Én ráadásul falusi gyerek voltam. A legnagyobb tragédiája az embernek a teljes bizonytalanságban. Igen. Befejezem a nagy ívű eszmefuttatásomat, csak annyit, hogy ennek az egyik következménye az, hogy az utóbbi években egy kicsit megnőtt például a vallások szerepe. Mert ott próbálnak az emberek kapaszkodókat találni. Először is akkor, hogy visszatérjek a Zolira. Valóban a világban hatalmas méretű össze-vissza információ áramlat van. De ugye mi pont azért ülünk itt a nyugatban, nem azt mondom, hogy mi ez ellen tökéletesen tudunk tenni, és mindent meg tudunk ez ügyben váltani, de gyakorlatilag a működésünkkel próbáljuk az az információkat valóssá tenni, kontrollálni, és amit leírunk, annak utána menni. Vagy bemutatni a pólusokat. Így van. Ez egy egyáltalán nem könnyű feladat, igen, de egyébként az újságírás klasszikus feladata ez lenne. Hogy aztán ez nem működik most a világban, meg mondjuk a mi írásaink megjelennek egy hírfolyamba, és hozzá képes megjelenik 10 000 féle más írás, és lehet, hogy mi is tévedünk néha, mert nem tudunk az eredeti forráshoz visszamenni, de egyfajta küldetésünk ez lenne, hogy próbáljunk meg igazat írni. Olyan működik, tehát olyan nincs, hogy nem működik. Működik, csak elveszik az olyban.
Tehát a, hát olyan mondtam, zajosan, hogy te írsz valamit, és akkor tízezren írnak még valamit. Mert én azt hiszem, hogy a mi ilyenfajta nagyon negatív világképünk onnét is fakad, hogy mi Magyarországon élünk. Uh-huh. Tehát egy kollégám nem jött, nemrég jött haza egy körútról, Spanyolország, Franciaország, és azt mondja, hogy ő nem érezte ezt a világvége apatikus hangulatot, uh-huh. mint mi. És kint nyaraltunk Burgenlandba, ami pedig aztán nem is a legfejlettebb régiók egyike. És nincs is messze. Nyugalom volt. Az emberek túráztak, hegyet másztak. Igen, de nem biztos, hogy mentek a kollégával, vagy ti, nem biztos, hogy mentetek napi postára, munkahelyre, presszóba, igen, tehát orvoshoz, kormányhivatalba, stb. Hatósághoz, tehát, hogy igen, mondd, bocsánat, csak végig akarlak igen, hallgatni. Biztos ott is érezhető valami, de ekkora mértékben nem, és van egy olyan érzés az embernek, hogy egy bizonyos saját gerjesztési folyamatot persze, is étálsz, hogy azt sugározzák rád, és az a hatalom érdeke is az, hogy félelembe élj, abszolút. Hogy bizonytalanná válj. Illetve, hogy ahhoz képest, meg érzek egy taktikát, egy mindenkori taktikát, hogy felül pozícionálják az apokaliptikát. Így van, így tehát, van. Tehát, hogy olyan szar lesz, hogy megdög lesz, már bocsánat a kifejezésért. És hogyha nem dög lesz, mert ahhoz képest, hogy mit én csak az új adat vágják le, a megdögléshez képest, az hatalmas eredmény, és tulajdonképpen erre rá lehet épülni hatalmi ágazatoknak bármi, hogy ez tulajdonképpen nekem is köszönhető, nekem is összefogás. Bizonytalan és, hogy legyél fél. Mégse sikerült az a megdöglés. Hát ez az alap dolog, hogy tartsad az embereket félelembe, és akkor könnyebben emlékeztek, ha már filmekről beszéltünk, ugye könyv és film, igen, az 1984, igen. Ahol állandóan háború volt. Igen, igen. Tehát igen, nem igen. Láttad igazából, senki se volt a háborúban. Hány perc gyűlölet van benne, ugye? Igen. Tehát, hogy mindig adták a haditudósításokat, hogy háború van, és ezért különleges intézkedéseket kell fogadatosítani. Az a háború sehol máshol nem zajlott, mint filmeken, mert nem volt, de ez egy fontos tényező. Persze most vannak ennél komolyabb dolgok is, ez nem mind megjátszás, de az a fajta bizonytalanság, ami itt sugárzik, és a félelemérzet Magyarországon, abban biztos vagyok, hogy valamennyire gerjesztett. És a kérdés, ugye, mert azt beszélgettünk, a kérdésed neked is gondolom az, hogy mit lehet egyénileg, vagy lehet-e csoportosan, lehet-e egyénileg közösségbe, közösség nélkül mit lehet csinálni? Ugye ez az alapkértés, ugye? Igen, és még ehhez valami, hogy nemrég hallgattam egy Romsics Ignác előadást a forduló előtt, a rendszerváltás előtti világról, és azt mondta, hogy az emberek egyfajta apátiába kerültek, és azt gondolták, hogy önmaguk kizsákmányolásával, és hogy majd ellavírozunk mi ügyesen ebbe az egészbe, túl tudnak élni, és megjavítják a rendszert. Okos kis magyarok vagyunk, mi átverjük a rendszert, megoldjuk, meg annyit dolgozunk, mint az állat, és meg fogjuk oldani. De nem oldották meg, és teljesen váratlanul jött egy váltás. Tehát ez mindig megtörténhet, hogy azt gondoljuk, hogy valami nagyon stabil, és ez így fog maradni, és semmi, és hopp, az egész bedől. Igen, hát ez a történelem kiszámíthatatlansága. De most szépen leírtad a gulyás kommunizmust, igen, a Kádár rendszerét, amikor azt mondták, hogy jó, befogad a szádat, és akkor... Igen, majd én stikiben megoldom. Még úgy mondtam, a második kiegyezés, én mindig. Igen. Tehát lehet, hogy igen. Csak hogy ugye egy ilyen társadalmi kiegyezés. Hogy valami ilyesmi, aztán mégis bedőlt. Igen, egy ilyen igen, pontosan. De azóta folyamatosan kiegyezik a társadalom. És nem véletlenül. A különböző jobbnál jobb konstellációkkal. Üzenetünk József, elküldtek minket az anyukánkba az ott a nem közben, hiszem. Valami pöttyent. Kelemen Zoli, nem küldenek el téged az anyukádba legfeljebb a színpadon. Azt akartam mondani, hogy egyébként is nem szabad azt már, mert akkor a rendezőt megrólják, ha csúnyán beszél veled, nem igen. Szabad, de biztos igazuk is van, hogy a gulyás kommunizmusra nem véletlenül mondtad, hogy hasonlít, valóban hasonlít, mert hogy az állam most már olyan mértékben vonnak kezébe dolgokat, hogy valóban hasonlít minden irányítás az emberek egyéni és az önkormányzatok autonómiájának az elvevésével, minden központi kézbe kerül.
például is, ugye nemrég beszélgetett itt pont a Tóni a Transparency elnökével, aki azt mondta, hogy a korrupció is most már olyan szintre jutott, hogy az egyéni korrupciót azt már tiltják és büntetik, de a felső korrupciót, amikor az állam és a hatalom maga dönt arról, hogy mi a korrupció, az elfogadható. Tehát, hogy ez pedig a kádárizmusnak volt megint egyfajta jellemzője. Tehát, hogy hasonló korszakot jó, de hát hoztunk annyi létre szép magunknak. Előképe van a dolgoknak, tehát, hogy érdekes demokráciák vannak nyilván, de Argentinában is volt, ugye, többet tudnál mondani, szerintem Kína is egy rendkívül érdekes kísérlet az elmúlt 20 évben. Igen, és elég sikeres is. És sikeres is. Úgyhogy azért vannak, vagy Venezuela, vagy lehetne, ezt tehát egyébként. Nekem csak van egyébként tényleg. Vannak ilyen hoppá. Egyik országban se élnék azért hosszabb. Nem, én csak mondom, hiszen, hogy igen, hát Egyébként valóban ma jelen pillanatban Európában a legjobb élni. Tehát az Egyesült Államokban sem annyira jó állítólag, mint itt, de minden. Én arra kaptam fel az előbb a fejemet, hogy ez a Kádár korszaknak nem csak ez volt igazán a jellemzője, és a mi témánk szempontjából ez fontos, amit akarok mondani, ez fontosabb valamilyen, hanem maga az emberi gondolkodás. Tehát ez, amire a Zoli célzott itt az előbb, az a társadalmi kiegyezés. Abszolút. Hogy ott akkor fogta magát. Megoldjuk okosba. Aztán beledöglünk. Megoldjuk okosba. 10 év alatt lesz egy zsigulim, 15 év, 20 év alatt lesz egy kis kaibám a Balatonon, vagy a Velencei tónál. Józsi, és nem akkor lesz 10 év alatt most már kaibád a Balatonon és a Velencei tónál, ez változott. Én arról az időszakról beszélek, és így ebbe szépen így beletagozottak. Az a különbség, hogy most Nem lesz. Én azt gondolom, gondoltad volna, hogy ez valamikor így előjön? Ha csak József nem vált a szakmát, vagy egy hatalmas támogatót nem szerzünk. A nagypapa nyaralója helyén épült szállodába el tudsz menni. Igen. És hogy kiépíti, és itt volt a papa lopott CK-lapokból összerakott. És most itt lett a lopott állami pénzekből összerakott szálloda. Bocsánat, ez most... Jó, akkor nézzük ez egy kicsit... Ehhez nem szólhatok hozzá. Nézzük a túlélési technikákat. Azt mondtuk, hogy akkor az ember keres magának olyan területeket, ahol úgy érzi, hogy még működhet, még van értelme annak, amit csinál, és próbál e szerint élni. Egy kicsit mindenki úgy... Mi nem tehetjük meg természetesen, mert az a dolgunk, hogy politikával is foglalkozunk, de az emberek egy része próbálja leválasztani magáról a politikát. Például én is egyébként... És mit csinálsz helyette, Zoli? Görcsösen igyekszem. Mit csinálok helyette? Mm-hmm. Mármint az élet helyett vagy? Igen. Tehát mit csinálsz a helyett? Tehát hova transformáltad át azt, hogy gondolkodj közéleti kérdés? Így is gondolkodsz, de hogy annyira, mint előtte. Tehát mi az, aminek értelmét látod? A közéleti kérdésekben mindig is gondolkodom, és fogok is. Egy dolgot választok le, mert szerintem elviselhetetlen és értelmetlen, meg ráadásul a világ se a felem, a pártpolitikai gondolkodást választom le magamról. Tehát, hogy ennyi. A másik, hogy mit csinálok helyette, szerintem mindenki azt csinálja helyette, ami ez a legjobban ért, abba próbáljon elmélyülni, hogyha megteheti. Például, hogy én mit csinálok helyette, ugye az volt a kérdés, hogy én mit csinálok. A ti nagyra becsült médiumotokba, a nyugaton, amit én az elmúlt évtizedekben, meg években tapasztalatot összegyűjtöttem az én városomról, Szombathelyről, amit tudok róla, amit szeretek, az én magam módján és tehetségem módján írok róla egy sorozatot, például. Tehát ezt egy olyan aspektusból, amiből szerintem nem közelítették meg, amiből össze tud állni ezekből a puzzle-ból, ez a célom egyébként hosszú távon, ezekből a puzzle kockákból összeáll egy városnak az arculata, a története, sorsa, elmozdulásai, mint társadalmi, mint kulturális, mint építészeti, teljesen mindegy. Például én ezt hobbiból teljesen a saját szakállam nincs bajszomra. Ez például
Én úgy gondolom, hogy ezzel nem csak magamért, nem csak értetek, hanem nagyon sok emberért, én is ebben biztos vagyok, ez egy ilyen pici kis küldetést tudok tenni. Ja, mondjuk ki akkor, hogy erre van szó. Én tudom, erre majd rá fogunk csatlakozni, te például én egy ilyet teszek, és én akkor, mikor ezt pici kis időmbe végrehajtok egy ilyen cikket, elküldöm nektek, megjelenik, akkor jó érzés fog el. És azt gondolom, hogy valamivel több voltam, mint hogy a boltba megettem a csirkefarhátot, és akkor utána elmentem tőle vécére. Tehát, hogy azon túl mutat a dolog, meg sőt, egy kicsit mondjuk a szakmámon túl is, tehát, hogy egy kicsit találjuk meg, egy kicsit tegyük, nem tudom, tehát ilyeneket lehet csinálni. Azt és akkor gondolod, most a hogy ez nem, igen, tehát ez a nyugaton olvasható igen. sorozat képekkel és szöveggel a Szombathely elfeledett épületei, igen. most már talán a hatodik rész mert tartunk. Hetedik, és a nyolcadik lesz a héten, igen. hogyha fölrakjátok most. Ami egyébként nagyon érdekes igen. anyagok, valóban igen. az ember igen. beleolvas, és akkor igen. visszamegy, és nagyon sok mindent megtudhat a város történetéről, az emberek gondolkodásáról, a rendszerváltás utáni történetről, hogy mit tud megtartani, mit igen. tékozoltunk meg el. Hogyan? Meg miként. Igen, és mondom, én kifejezetten úgy gondolom, hogy mert nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Én mindig az volt a problémám mindegyikkel alapvetően, nem is a problémám, hogy nagyon-nagyon egyfajta szakmaiságot képviseltek. Tehát nagyon erősen és nagyon komoly dokumentációval képviseli az építész szakma az adott dolgokat. A levéltáros, tehát a történész szakma nagyon erősen képviseli. Aztán, mit tudom, muzeológusok, stb. De szerintem, hogy mondjam, az... Egy olyan átlag embernek, mint én, nem biztos, hogy hosszú távon befogadható, feldolgozható, és szerintem azoknak, akik ezeket csinálják, ezeket a tanulmányoknak se, hiszen nyilván egy adott kutatási területen, majd hát nyilván ugyanúgy, mert ő is átlag ember, ugyanúgy lemorzsolódik róla az információ. És én azt gondoltam, hogy apró kis mozaikokból, kis információkból, de mégis olyan területekről, mert az észrevettétek, hogy olyan területekre fókuszálok, ami nem a mainstreambe, vagy nem a kánonba van benne, hanem tulajdonképpen valamilyen formában értéket képviselhető, de lehet, hogy nem építészeti, hanem egy ember élete értékes, mm-hmm. akinek köze volt aki ahhoz. Aki ezt létrehozta. Egy gondolat volt értékes, ami a gondolat miatt megszületett az a valami. És ebből a mozaikokból, mikor egy gondolat, egy sors, egy tárgy szépsége, vagy nem tudom micsoda, hiszen ez az nekem az a lényeg, hogy az életet, azért mondtam viccből, hogy az élet helyett, hogy nem, azt kell megtalálni valahogy az életet az utolsó pillanatig, annak a minden szépségét, gusztustalan, mindent együtt befogadjunk, és az megpiszkálja az érzékeinket, a bőr. Különben nincs értelme. Tehát nincs értelme. Akkor megyünk a boltba, csak rezsizélünk, aggódunk, Covid aggódunk, és megőrülünk szépen. Tehát befordulunk, igen. Te azt tetted ezekkel az anyagokkal, ami tulajdonképpen az újságírás maga is egy magasabb szinten. Van egy téma, amit te neked befogadhatóvá, érdekessé kell tenni igen. az átlagember számára. Mert ha megnézzük a sorozat darabjait, azt hiszem az egykori lisztjár. Például, aztán igen, a gabona. Az első volt a gabona, a második egy raktár, a katonai élemezési raktár, aztán az oncsatelep, az is érdekes téma maga. A Klubrádióban olyan jót beszélgettem ezzel a igen, Rózsával. Igen, mert hogy ugye felfedezték a Zoli sorozatát a nyugatba. Pont és az oncsatelep, az egy nagyon jó beszélgetés. És az egy várostörténeti sorozat, igen, ami igen, van igen, a Klubrádióban, és ennek igen. nyomán ezekről beszélgettetek. És milyen érdekes, hogy Szombathely ezáltal, először által, utána nyugat által bekerült az országos végén. Szombathely, tehát nem tudom, egy műsoron belül biztos 4-5-ször, és hogy az már egy külön, én olyan büszke vagyok, és akkor már tettem a városomért. Így van, Szombathely egyébként is ráfér. De igen. valahol mégis ezzel a
polgári öntudatot, a tenni akarást, az alkotást erősített. Tehát vannak olyan dolgok, amik látszólag messze vannak a politikával tól vagy a közélettől, igen. De összességében mégis megalapozzák azt, hogy valami történjen, és valami abszolút. Minőség és legyen. És mindenki, ezért mondtam, hogy mindenki azon belül meg olyat, tehát nem kell mindenkinek mit én újságot írni, aki tehetségtelen. Nem kell mindenkinek ugye színésznek. Nem neked szólt József. Nem kell mindenkinek színésznek lenni, vagy amatőr színjátszónak, akinek lövéset, aki tehetségtelen. Nem kell mindenkinek táncklubba, aki nem a... De mindenkinek megvan az a fajta képessége, és hozzá egy pici kis civil kurázsi, ami a saját kis plusz képességeiken belül megtalálja azokat az embereket, vagy magát, vagy először ő saját maga lép, és azáltal bevonza a többi. Tehát így szerintem csak így értelme, így van értelme létezni, és akkor egy idő után saját maga, hogyha a társadalom apró kis sejtjei, csoportjai így fel tudnak állni. Ezt te is írtad nekem egyszerű. Most a civil társadalom épüléséről, igen. De akkor figyelj, az alakítja a nagyot. Így van. Hát a nagy mindig, erről már egyszer a Józsékkal meg a Tónival beszélgettünk, hogy mindig szondázza ugye a nagy politika, a világ, az ország, főleg most az országos politikáról beszélünk, hogy milyen a társadalom állapota, mik az igényei, a vágyai, az elfojtott vágyai, a sérelme és a többi, és nagyon-nagyon ügyesen az az igazság meg, hogy mondja az ember, hogy technikailag rendkívül tehetségesen, de én biztos vagyok benne, hogy az, hogy hogy ez hogyan működik, annak a társadalomnak nagyon-nagyon mélyen van köze. Igen, mert ugye azt beszéltük meg, Zoli, hogy így építjük fel a kis sejteket, hát amiben felépül a... Igen, csak ugye igaz, ez az utolsó mondatodra kaptam fel a fiam, hogy egy társadalmat úgy lehet elérni, ahogyan a társadalom maga is gondolkodik, vagy ahogyan a társadalom maga is érez. Hát nálunk nagyon lehet látni, hogy van egy olyan réteg, akiket ilyen mint volt ez most nemrégen az egyszavas Facebook posztok. Tehát ilyen nagyon rövid akármike, tehát kis üzenetekkel lehet elérni. És ezzel meg is van, kész, ennyi. Tehát ezt nagyon jól tudják azt, hogy kiket, mert melyik üzenetek, de most őszintén, tényleg tegyük választás meg pártpolitika minden. De hát kitör ugye a háború, tehát visszatérünk akkor. Kiindulási ponthoz. Igen, egy nagy könnyök kanyarral vissza kiindulási pont. Kitör a háború, zavaros a helyzet, választási kampány. Hát nem szenzációs akkor azt mondani, hogy legnagyobb zavarosba béke. Hát igen, és De bocsánat. Már most a Fidesz kommunikációjáról én nem mondok ki, még egyszer mondom, én nem. Béke, kész. Elnézést. Ahhoz képest hány fázis lemaradással volt hasonló a hatásos? És ugye két dolog számít, hogy melyik a hatásosabb bemondás, és melyik az első. Na most akkor itt nagyon külön kell választanunk azt, hogy vannak eszközök, amik nagyon jól működnek, és nagyon okosan lehet működtetni. A hatalmon lévők most nagyon okosan és jól működtetnek eszközöket. És van, milyen célra ezt használod. Ezt használhatod jó célra, használhatod rossz célra. Teljesen egyetértek. De ez hogy ők van, jól működtetik van. Ezeket az eszközöket, és nagyon okosan, ebben teljesen egyetértünk. Zoli, meg kell kérdeznem, amit kérdeztem műsor előtt is. Mi van ráírva a gyönyörű pólódra? Józsi mond, én nem beszélek csúnyán. József, légy szíves. próbálj szinonimál, én tudom, mi van ráírva, csak nem akarok. De most elfelejtettem. Jó, mondjuk egy ilyen szofisztikát, éj a mának, tehát valami ilyesmi, valami hasonló. Valami hasonló, mint a kár ilyen, csak egy kicsit szabadabb megfogalmazásban. Ez egyébként nagyon hülyen kifejez egy mai korszellemet, ugye? Amit most tudsz birtokolni, és ez a helyzet, ez a bizonytalanság helyzete még jobban előhozta az emberekbe. Amit most tudsz birtokolni, amit tudsz megszerezni, amit te el tudsz költeni, az most mind, és akkor az egész világban benne milyen van érdekes, az, hogy... Igen, ez nagyon jól átlelet, mert nagyon sokan így vannak. Viszont ugyanez a gondolkodásmód, ha azt mondod, hogy ne legyél köldöknézegető folyamatosan a múlt miatt, és ne rettegj a jövő miatt, hogy legyen szép a jelened, akkor ugyanerről beszélünk, de mennyivel jobban hangzik, nem? Aha, értem. De mennyivel... Tehát használd ki a pillanatot. De mennyivel jobban hangzik?
Ugye? Valóban, és látod, a dolgok többféle, ezért nem szabad egyféleképpen értelmezni a dolgokat, ezért meg kell hagyni a véleményszabadságot, ugye? Bár, mert mind a kettőnknek akkor igaza van. Igen, csak az Oli megfogalmazása azért elég szépen oda csípett azért egy-két dolog. Nekem nagyon tetszett ez a nézegesd a köld. Tónival szoktunk erről beszélni. Ne nézegesd a köldököt, ne rettegj a jövőt. A köldöknézeget értelmiség, aki nagyon okosan megoldja a problémákat, de semmire nem megy vele. És az állandó múltba való visszatérés, ami szintén jellemző. A múltba való visszatérésnek addig van értelme, mert van, és sőt kell is, amíg mondjuk egy jelen helyzet analizálásához szükséges az összefüggések megtalálása. Érted, hogyha egy összefüggési lánc mondjuk a múltból indul, igen, akkor nyilván érdemes analizálni. De ha már eszközként használjuk valamire... De az más kérdések azok. Az igen. Most mindenképpen beszélnünk kell már, ha múltról beszéltünk, meg az összefüggésről, és meg azt mondtad, hogy nagyon bizonytalanul érzik magukat az emberek, és nem értik egymást. Eszembe jutott, hogy a mai kornak az egyik legnagyobb problémája, hogy akkora tudáskülönbségek vannak a generációk között, most már nem csak apák és nagyszülők, meg unokák között, hanem már 10 évvel idősebb és fiatalabb generációk között is, mert akkora a változás technikai eszközben, minden egyébben, hogy nincs már az azonos múlt, vagy az azonos tapasztalat. Nagyon okos, amit mondasz, és mert akkor ez rettentő. Igen, ez egy nagy nagyon nehéz. Ők egy olyan helyzetben vannak, amire nincs tapasztalat, akik meg tapasztalattal rendelkeznek, azok elveszítik a kapcsolódási képességeket a fiatalokhoz, a fiatalok az öregekhez, és mindenki lebeg a térben. És nem biztos, hogy ehhez kapcsolódunk, de mindenképpen kell beszélni arról, ami a héten történt, mert azt mondjuk tegnap történt, mert hogy egy korszak szimbolikus lezárása, ez is ugye az angol királynő halála. Én így éltem meg, hogy a most záródott le valami, amiről arról azt beszélünk, hogy a 20. század, vagy még azt mondom, hogy a 19. század vége 20. század. Eljött eszembe, hogy abszolút egyetértek. Hogy politikai elméletben van egy ilyen meghatás, sőt történelemben is, hogy a 19. század az nem 1990-ben fejeződött be, hanem... 1900-ban, bocs. Figyelj. Jó, nem 1900-ban fejeződött be, hanem 1919-20-ban az első világháború végén. Maximálisan egyetértek. Én maximálisan egyetértek. És most úgy tűnik, hogy a 20. század pedig most kezd el befejeződni. Tehát még itt vagyunk a 21. század 20-as éveinek most az elején, de még gyakorlatilag még nagy részt az emberek a 20. században élnek. És igen, sajnos egy szimbolikus alakja ment el. 96 éves nő gyakorlatilag az angol királynő halála döbbent, tehát rá az embereket arra, hogy most van vége egy korszaknak valószínűleg. Ugye 52 óta uralkodott, ő volt igen, a leghosszabban uralkodó királynő, és ha meggondoljátok, hogy még vagy király, vagy egyáltalán. Uralkodó, igen. Köszönöm, hogy még Churchill-el kezdett, és még Kennedyvel parolázott, tehát, hogy valami, igen, olyan korszakokat ívelt át, és olyan történéseket, hogyha valaki tapasztalhatta volna, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, ő aztán magas szinten biztos tudta. Ráadásul egy olyan személyiség volt, aki egyesítette is ezeket az évtizedeket. Egyesített kultúrákat, évtizedeket, és lehet azt mondani, hogy az angol királyhez egy színjáték, mert igazából a hatalom nem az ő kezébe volt. De mégis nagyon erősen szimbolizálta Angliát is, meg a mi fehér világunkat. Szóval ez egy nekem mást is nagyon érdekes dolog. Nagyon egyetértek, és nagyon szépen mondtad. Én most nem is csak uralkodói szempontból, hanem egy pillanatra ugye a dologba, nem azért nem akarom misztifikálni, de egy pillanatra tényleg elérzékenyültem akkor, amikor meghallottam, mert nekem valahogy több is. Az, hogy a hatalom, mint hatalmat képviselő ember, és a szolgálat, az alázat és a méltóság, hogy valahogy annak az egyik utolsó, tehát a szolgálat, alázat, méltóság hármas egységének valami, ami a hatalom belül, mintha
az egyik utolsó mohikánja lett volna, és hogy az megy el. Most gondoljatok, az a hihetetlen tartás, és az a elképesztő küzdelem, ami a legnagyobb akár magán, akár politikai, akár háborús helyzetekben, Az valami... mindig megmaradt annak, ami, és ezt az angolok úgy is értékelték. És el tudjátok képzelni, Gyöngyi, és én ebben biztos vagyok, meg Józsi, hogy nekünk sokkal több, vagy lehet, hogy boldogabb és lazább napjaink voltak eddigi életünkben, mint ennek az embernek. Hát ez nyilvánvaló. Egészen biztos vagyok abban, hogy ő neki maximum a tea vagy a kávé a elfogyasztása a közben, amikor éppen a titkára vagy a nem tudom, nem... Igen. Egyébként egész életében talán egyszer hibázott majdnem, de azt is megoldotta, ugye a Diana hercegnő halála utána, és megoldotta, meg és az utolsó pillanatban visszajött. És visszajött. Igen, tehát, igen. Hogy valami... Mert tudta, hogy ezt kell tenni, ezt kell tenni, mert jó, hát ez meg is azért, egy szondázás. Meg azért, minden együtt volt. Igen. Egész életében egy jelképként. Így van, és még szerelmi házasságban is élt. Igen. És igen. Meg hát ugye megemlegettük előtte a papát, a György királyt, a dadogós, aki a második világháborút végigcsinálta Angliában. És egy milyen helyzetben meg, hogy vette át ugye a hatalmat, nem is ő lett volna ugye a... Valahol mégiscsak vágyunk arra, hogy embereket tiszteljünk. Hogy legyenek olyanok, akiket igazán lehet tisztelni, és nem úgy, akit az ország egyik fele, meg egy harmada, hanem akire azt mondhatjuk, hogy igen, felnézünk rá, és ez lehet, hogy az is kellett, hogy egy kicsit a hatalmat levegyék róla, tehát a mindennapi hatalom gyakorlása nem az ő dolga volt, de akkor is tudott az emberek fölött egy szimbólumot alkotni, és ez nagyon hiányozva nekünk. Igen, de azért erősen megszólalt ügyekbe, tehát azért ne feledjük el, hogyha nem is ért semmit adott esetben, de most erre a szava, de... Most egy kicsit... Igen, azért meg is. Egy kicsit, mert csak ugye ez egy alap történet. És micsoda ruhái voltak. Nálunk is mindig kell egy alapfigura, egy apa, nálunk apa figura kell mindig, ahhoz, hogy legyen, és ezt ha... Van is nekem egy könyvem otthon, csak most elfelejtettem. Ezért nem Dobrev Klára lett a miniszterelnök, mert nekünk apa figura kell. Nem, most az apa figurát feled vált a anya figurára is, tehát valaki kell. Gyöngyi, megyünk a matriarchális társadalom felé, vigyázz. Egyébként, nem leszek PC. Hogyha erről van szó, ha Oroszországot hozzuk, vagy érdekes módon azért mi egy kicsit arra felé is így gondolkodásmódban valamennyi, nem teljesen, de Oroszországban például mindig kell egy cár. És hogyha már előhoztad azt, hogy nem apa, hanem anya figurát, ott volt Nagy Katalin cár, hát az egyik legjobban tisztelt és félt uralkodója volt az oroszoknak. De ott is mindig kell lenni egy cárnak, akire fölnéznek. Nálunk is mindig kell lenni valakinek, aki egy ilyen apa figurát, vagy anya figurát beteljesít, ugye? És nem teszem be neve, aki dökölt, egészen Ferenc Jóskától Józseftől szépen levezette egészen Orbán Viktorig, tehát mindig van egy ilyen nálunk. Hát kérdés, hogy azzal a társadalom hány százaléka tekinti valóban annak, és milyen személyiség az, akit annak tekinti. A személyiség, személyiség nagyon sokat számít. Nem az a probléma, ha kell egy szimbolikus egyesítő valaki, hanem az a baj, ha... Egyébként érdekes lesz, mert Zolival pont erről beszélgettünk, hogy most egy ilyen félváltás lesz. A Károly még egy kicsit képvisel valamit abból a régi időből, de már az új bulvár kultúra, és az a baj, hogy már jön az új bulvár kultúra. Hát valószínűleg egy ilyen DJ Bobo jellegű történet lesz, már most csak idézőjelben mondom, tehát, hogy egy biomassa fog az egész folyóni. Vilmos lesz a következő, most a jelen utódlási. Akinek ugye meg a Katalin a felesége, most már őket elő is léptették, nem tudom milyen hercegé. Mint trónörökösöket. De hát hogy ki kell várni a sorrendet? Mi 72 éves Károly gyerekek. Hát képzeld el, hogy 50 éven keresztül várt a sorára. Erős gének azért, mert ugye a mama is mennyi? 100, nem tudom, mennyi volt ugye? Az anyakirálynő, akit imádtak, igen, a viszkijével együtt. Igen.
Az is érdekes, hogy sokan azt gondolták, hogy hú, majd akkor aztán a Károly helyett a Vilmos, ez igen, mindig igen, az volt szó volt róla, igen. Az uralkodás nem így van. Hát igen. Az uralkodás öröklédesi sorrendben van. Hát miért mondjon le valaki csak úgy? Nem, hát azért nem lemondás van. Lett volna, vagy nem lemondás lett volna, lemondatás lett volna. Ugye a... Ahogy a... Kamilla miatt? Igen. Nem. És de akkor ezt megoldották. Egyébként igen. Nagyon érdekes lesz maga, tehát, hogy most a világ nyilvánvaló készül arra, hogy milyen lesz a királynő temetése, és milyen lesz újra egy királyi koronázás. Tehát annyi sok évtized után Angliába királyt koronáznak, és nagyon érdekes lesz maga a szertartás, hogy mennyire lesz archaikus, mennyire lesz modern. Megcsinálják még úgy, ez biztos. Igen, és hogy mennyien fogják nézni. Nekem nagyon színikus. És ez eszembe jutott a megkapódás után egy cínikus gondolat is, mert ugye a sírás és a nevetés együtt jár, hogy az Elton Johnnak lesz-e pofája harmadszor is elsütni, ugye a Marilyn Monroe halálára vagy emlékére írta, amiből aztán lett a... A Diana-nak? Hogy hívták azt a számot? Átírja-e nem tudom, valami az anyja rózsája volt, igen. Ugye, de előtte meg a... Valami rózsák a szélbe, vagy valami ilyesmi. Elton John még él, tehát igen, megteheti. Tehát, hogyha harmadszor is átírja a szöveget, és elsüti, nem harmadszor tudom. Is. Ha Erzsébet szerette, akkor miért? Szerette egyébként, ez látszott, hogy... És reméljük a kiskutyái is rendben. Meg lovaggá ütötték, hát Lord a... Gyerekek, az is eszembe jutott, hogy még a Beatles-t is ő ütötte lovaggá. Tessé. Hát azért... Elton John, igen. George Michael-t is talán, szerintem még őt is. Igen. Hát igen. Sok minden. Vonzó, sok különleges minden. Világ igen. Volt. Szerettük Erzsókot, maradjunk ennyire. És egyébként teljes, most az jutott eszembe, mert kicsit nosztalgiázunk. Igen. Egyik ismerősem. Ahogy mondtad, egy korszakot igen. Zárunk. Igen. Hogy előbb-utóbb, most már kezdve, ugye amivel kezdtük az elején gyakorlatilag, egy új korszak előtt vagyunk, legalábbis szerintem. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy egyik nap pillanatra másikra lesz a váltás, hanem könnyen lehet, hogy én már például, hogy korosztályom nem igaz, biztos, hogy megéri az, de folyamatban lesz. Csak az, hogy egy ismerősöm szoktam mondani, hogy ezeknek a politikusoknak, akik most jelen pillanatban egy öltönybe, meg kis kosztümbe mennek, és az a dolguk, hogy politizáljanak, és akkor intézik a dolgokat, ezeknek valószínűleg le fog áldozni hamarosan. Tehát nem lesz szükség ilyen emberekre, akik egész életükben ezt csinálják. És mik fogják intézni a dolgokat? Automaták? Nem tudjuk. Még arról is van szó. Közalkalmazottak. Vagy pedig a egyébként. Közvetlen demokrácia, semmi akadály technikailag már megoldható közvetlen demokrácia. De tényleg. Ez azért még nem most lesz, Józsi. Nem, azért kezdtem azt, hogy az én korosztályom valószínűleg nem biztos. Jól látom te, hogy kedves Szilágyi József, te inkább bizakodó vagy ezzel a jövővel kapcsolatban? Mert a legtöbben félnek ettől. Én mindig bizakodó vagyok egyébként, hogyha végignézzük nem csak a magyar világtörténelmet, nem volt még olyan, vagy sem tudunk róla, tehát biztos, hogy tűntek el birodalmak, amikről nem tudunk, tehát történelem előtti korszakban, de nem volt még olyan, hogy az emberek ne álltak volna fel valamiből. Őszintén legyek, most a legnagyobb aggodalmam az volt, múltkor olvastam, hogy a nap nem 4,5 milliárd év múlva, hanem körülbelül 1 milliárd év múlva elnyeli a Földet. Atya, tehát mondom, gyorsan meg kell inni az összes sört a hűtőből, akkor ne vesszen kárba. De azt mondod, hogy előbb elnyeli a nap a Földet, mint ahogy mi tönkre tennénk magunkat? Ezt saját nem tudom, csak most nem, tehát gyakorlatilag... Addig kihúzzuk el. Igen, pont. De ez volt a legnagyobb aggodalmam, hogy nem 4,5 milliárd. Ez jó duma. 1 milliárd év múlva. Tehát... Ez nem jó, nem is. Népesítsük be addig is a gyorsan Földet. Gyorsan veszek valami WC papírt. Be addig is a Földet, ezt tudom mondani. Olvassátok el. Kelemen Zoli város történeti anyagait nagyon jók. Mindenki a maga módján azt hiszem valóban tud tenni az apátia nélkül, és ez nem is jár veszélyvállalásával, ha mondjuk egy embert esetleg fölsegítesz, aki elesett, mert én tegnap egy akkorát estem, mint a csuda. Én miattam. Igen, a Zolival beszéltem telefonon, és egy múzeum lépcséről leestem, és két ember rohant oda. És hallottam. Azt is olyan, tiszen szarvon hallgatni, tényleg, és még vissza is hívtam, hogy mi van velem. Élek, Zoli, leeste. Az ember ne telefonáljon egyszerre, miközben egy múzeum lépcsőjéről ereszkedik alá. Tehát, hogy kicsi dolgokban tehetünk. Menj el az itteni képtárba is.
Jó, és onnét is esek le. Nem, onnan is lehet jó nagyot egyébként. Jó. Csak, bár most de, leszették azt de a jó, de lesznek de megnézem azt is. Tehát kis dolgokba is lehet, és aztán majd összerakjuk a társadalom apró sejtjeit. Erzsébetet mindannyian gyászoljuk, és igen, valamilyen 20. század végét. Az. Meg a mi közös tudatos múltunkat gyászoljuk benne, és akkor vegyük át Szilágyi Józsi optimizmusát, hogy... Hát szerintem is egyébként. Ti meg olvassátok a Nyugatot, és nézzétek a Nyugat YouTube csatornáját, és iratkozzatok is fel, ahova felkerül ez a videó is. Kelemen Zolinak köszönöm, nagyon hogy újra, köszönöm, és kérünk még sok sorozatot. Szilágyi Józsi kollégámnak is köszönöm, hogy beszélgetett velünk. Támogassátok a Nyugatot, ezt is mondom nektek, hogy mi meg ki tudjuk válogatni a sok hír közül azt, ami igaz, és utána tudjunk nektek járni a dolgoknak. Roznád Gyöngyit hallottátok, köszi a figyelmet, sziasztok!